Dicsértessék Jézus Krisztus! A mai katekézisünknek a témája az emlékezés a liturgiában. Az emlékezés a liturgikus teológiának egy fontos alapszava, az eukarisztiával kapcsolatban ugyanúgy, mint az egyház teljes imádságával kapcsolatban. Hiszen amikor imádkozunk, amikor összegyűlünk liturgiát ünnepelni, abban mindig van valami, ami emlékeztetni akar bennünket. Mire is kell emlékeznünk a liturgiában? Hát arra, hogy kik vagyunk, hogy honnan jövünk, hogy mi közünk egymással, mi köze az Istennek hozzánk és nekünk az Istenhez, hogy mit jelent nekünk Jézus Krisztus, hogy mit kaptunk tőle, és hogy milyen ígérettel hív bennünket az élet teljességére, az üdvösségre az Isten. Mindenre emlékeztetni akarjuk magunkat, ezért fontos, hogy a liturgiát művelni kell. Műveljük magunkat, műveljük az Isten tiszteletet magát, gyakoroljuk, mert valahol a lélekbe mélyen, ahogy a föld barázdáiba szükséges, hogy behatolhasson a víz, ezért meg kell művelni a földet, úgy kell megművelni a mi lelkünket, úgy kell rendszeresen Istenhez fordulni, és rendszeresen emlékeztetni magunkat fontos dolgokra, ahhoz, hogy az igének ne feledékeny hallgatói legyünk, hanem olyanok, akik meghallgatják, befogadják, és meg is cselekszik azt, amire az Isten meghívta őket, amit az Isten vár tőlük. Az emlékezés az eukarisztiában így, az emlékezés jelentőségét így fogalmazza meg a katolikus egyház katekizmusa. A keresztények az eukarisztiát kezdettől fogva ünneplik, és pedig olyan formában, amely lényegét tekintve nem változott sem a korok, sem a liturgiák különbözősége miatt. Azért teszik ezt, mert kötelezőnek érzik a parancsot, amit az Úr szenvedésének előestéjén adott. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézus az utolsó vacsorán megünnepelte tanítványaival ezt a kultikus lakomát, elővételezve vele életáldozatát, amelyet másnap véres formában a kereszten beteljesít. Már itt ott van a lelkében a teljes önátadás, az, ami az áldozatnak a lényege. És ezt a teljes önátadás, ez a teljesen önmagát az atyának átadott Jézus adja a kenyeret és a bort, most már nem kenyérként és borként, hanem az ő testének és vérének szentségeként a tanítványoknak. Nézzétek, én vagyok az áldozat, a szeretetnek az áldozatát hozom értetek, ez az áldozat, ami életet ad nektek, ezért azt, amit most történt, újra és újra gyakoroljátok. Ezért a kezdeti időktől fogva ezt a lakomát, az eukarisztia lakomáját az egyház újra és újra megünnepli, mert megbízta vele a Mester. Jézus tudta, hogy hogy működik az ember, tudta, hogy feledékenyek vagyunk, tudta, hogy ha nem emlékeztetjük magunkat arra, ami a lényeg, akkor bizony elsodródunk, elveszünk a részletekben, feleslegességek betöltik a szívünket, lelkünket, a feleslegességek elkezdenek vonzani bennünket, és ez a vonzás, ez kipenderít bennünket Isten közeléből, olyan dolgokhoz köt hozzá, amikről túl késő lesz, mire kiderül, hogy nem a jó úton tartanak, nem az életünk kifejlődését és kibontakozását segítették, hanem valahol tévútra vezettek minket. Most hát Jézus ezt nem akarja, nem engedi, hogy a élet dolgai tévútra rángassanak bennünket, ezért azt mondta, tartsátok meg emlékezetekben. De nem csak Jézus kezdte azt, hogy nem csak Jézus volt, aki először az emlékezést és a liturgiát összekötötte, már a zsidóságnak az imájában tulajdonképpen benne van az, hogy emlékezzetek, mi annak a közösségnek vagyunk, annak a szövetségnek vagyunk a gyermekei, amelyet Isten megkötött velünk. Mi a szövetség gyermekei, a szövetség parancsolatai alapján megmutatjuk Istennek a hűségünket és szeretetünket, és ezért Isten beteljesedést ígér számunkra. Hogyha belegondoltok, a liturgikus évnek minden ünnepe tulajdonképpen emlékezés. A liturgikus év különböző időszakaiban megemlékezünk különböző eseményekről, Jézus életének az eseményeiről mindenek előtt, a szentek
nek az ünnepei emlékeztetnek bennünket arról, hogy az egyes embernek az életében hogyan tud megvalósulni az, amire Isten meghívta, hogyan tudunk helytállni és hogyan tudunk felelni Istennek az egész életünket keretbe foglaló meghívásának. Nos hát az évnek az ünnepei tehát a messiás várakozásától elkezdve Urunk megtestesülésének ünnepén keresztül a szenvedés, halál, feltámadás, a pünkösd eseményeiről való megemlékezésen át egészen a beteljesedésig tartanak. A beteljesedésben pedig már nem a múltra emlékezünk, hanem szemünk elő tárjuk azt, amit Isten ígért nekünk. Azt mondta, hogy nézd, a szentek koszorújába várlak téged is, ott, ahol a szentek vannak, ott készítettem neked is egy helyet. Valósítsd meg azt, amire hívtalak, valósítsd meg azt, amire a kegyelmem rendel, és akkor ott, az a jobbomon, ahol a fiam ül, a világot az üdvösségre, beteljesülésre vezető fiam, üdvözítő fiam ül, ott foglalhatsz te is helyet, és ott fog beteljesedni az életed. Krisztus király ünnepe zárja az egyházi év megemlékezéseit. Ami még nagyon fontos a liturgiában, hogy a liturgikus emlékezés az nem pusztán felidéz mentálisan, szellemi, lelki vagy racionális szinten dolgokat. A liturgikus emlékezés az egyszerre a jelenbe hívja azt, ami történt. Egy könyörgésünk így kezdődik, hogy Istenünk, te csodálatos módon megteremtetted ezt a világot, és még csodálatosabban megváltottad Jézus Krisztus áldott kereszthalála által. Mi, akik most itt összegyűltünk, hogy erről megemlékezünk, kérünk téged, hogy add meg nekünk is, hogy a megváltás kegyelme beteljesedjék az életünkben. Ez a könyörgés, ez a megemlékezéssel kezdődik. Megemlékezünk arról, amit Isten tett értünk. Megemlékezünk a teremtésről, és megemlékezünk a megváltásról. És mi, akik itt és most erre emlékezünk, azt kérjük, hogy ennek a megváltásnak az ereje itt és most rajtunk is történjék meg, minket is válts meg Istenünk abból, hogy a kísértésekben szétszúródva eltévedjünk életünk útjáról, válts meg minket a megváltatlanságból, vezess minket arra, tölts el lelkeddel, erősíts meg, hogy a te akaratodat megtéve a te utaidon maradjunk mindig, és összetartsunk, így az egyház tagjai együtt, és így haladjunk az általad számunkra kijelölt életcél felé, a beteljesedés felé. A liturgiában találunk megemlékezéseket, akár az eukarisztikus imákban arra, hogy mi emlékezünk meg Krisztus életének a fontos történéseiről, és találunk aztán olyan kéréseket, amikor arra kérjük Istent, hogy ő emlékezzen meg rólunk. Emlékezzél meg, Urunk, az elhunytjainkról. Emlékezzél meg, Urunk, rólunk. Hiszen azért vagyunk itt, mert kérjük a te kegyelmedet. El ne feledkezz rólunk. Mi nem akarunk elfeledni téged, te pedig ne felejts el minket. A szerető bizalomnak a hangja ez, amely egy eleven kapcsolatba akar maradni Istennel. A feledékenység a kapcsolatnak a halálát hozza, hogyha egyre feledékenyebbek vagyunk, egyre szürkébbé válik a kapcsolat, majd a végén ez a kapcsolat teljesen eljelentéktelenedik, teljesen elszürkül, ez a kapcsolat halála, ez az, amit nem szeretnénk. Ezért a liturgiánk emlékeztet bennünket, sőt ennél sokkal többet tesz, amire megemlékezünk, Isten csodáira, amiket felidézünk, a megjelenítő emlékezés által Isten csodáit a jelenbe hozza, Isten üdvözítő ereje rajtunk, csodákat művel, kiemel a bűneinkből, kiemel a szürkeségből, megújít, és erőt ad a szeretetre, a mindennapokra. Emlékezzünk a liturgiában, ne feledjük el, hogy Isten népének tagjaiként Isten gyermekei vagyunk. Dicsértessék Jézus Krisztus!